Átszimplícem, úzum, frisz, vagyis frátris, Michaelis Garcia, 1734, tehát magyarán Michaelis Garcia barát egyszerű, vagyis mindennapos használatára, tehát innen tudjuk, hogy ugye ezt a szótárt ténylegesen a szerzetesek is használták. Európában a szótárak széleskörű elterjedés az a 16. században, a könnyomtatás időszakában kezdődött meg. Ambrogio Calepino olasz szerzetes latin szótára ekkor jelent meg. Ez egy 11 nyelvűre bővített szótár volt, melyben a magyar nyelv is már megjelent. Az első magyar nyelvű nyomtatott szótárat, Pesti Gábor 6 nyelvet feldolgozó fogalomköri szótárát, pedig 1538-ban Bécsben adták ki. Johannes Frisius egy svájci matematikus, orvos, református teológus volt. Az ő kötetét tettük ki most a hónap műtárgyának, ez egy latin-német szótár. 1704-ben a mai Zürich területén adták ki, Heinrich Bodwer nyomdájában. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó állapotban megmaradt szótár, hiszen egy kemény táblás bőrkötésben, csatokkal az oldalán ugyanígy megmaradt, ugye már nyomtatott könyvlapokat tartalmaz. Hogyha tartalmát nézzük, akkor ez egy latin-német és egy német-latin szótár részt tartalmaz. A német rész az gótbetűs volt, és érdekesség, hogy a kettőt egybe kötötték. Az első kiadása 1556-ban volt, ez pedig egy felújított újranyomása volt. Kívülről is úgy látjuk, egy nagyon jó állapotú szótárról van szó, egy bordázott gerincű, kemény táblás bőrkötésben található, ez is ugye mintás, és itt a csatok megmaradtak rajta egy kis bőrszíjon. Ez egy egyszerű csat, valószínűleg nem az eredeti csat, ez már ki lett cserélve, viszont az is már elég régen lehetett kicserélve, de nagyon jó állapotú, ezt most is be lehet kapcsolni egyébként. A kötetnek az érdekessége, hogy a kézzel írott bejegyzésekben már találunk utalásokat a dunaföldvári származásra is. Hogyha megnézzük, akkor több possessori, tehát birtokosi bejegyzés is van benne, természetesen ezek latinul, illetve több utalás arra, hogy a dunaföldvári ferences rendház könyvtárából származik a kötet az 1700-as évekből. Maga a tartalma már mindjárt a címlapon megjelenik, ugye itt is már utalások vannak arra, hogy ugye egy latin-német és egy német-latin kétnyelvű szótárról van szó. Az első fele ez egy kicsit terjedelmesebb, tehát eléggé aszimmetrikus az egész szótár. Ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy a német szavakat ebben az időben még kevésbé leltározták, és kevésbé vették ABC sorrendben, valószínűleg a latin szavakat már igen. A kötet elején ajánlások is vannak, az olvasó köszöntése, első Lipó császárnak a köszöntése, érdekes, hogy egy római naptár is belekerült, illetve a végén különböző kiegészítések, magyarázatok, a különböző tudományterületekhez kapcsolódó szakifejezések, függelékek találhatóak benne.
1952-ben leltározták be. 1700-ban telepedtek meg a bosnyák származású ferences szerzetesek Dunaföldváron, és 1737-ben alapították a plébániájukat és a kolostorukat, ami konventté is alakult. Egészen az 1858-as tűzvészig itt is éltek. Ebben az épületben ma a gimnázium és a plébánia működik. Az egyetlen, ami megmaradt, ez a kis könyvtárhelység, annak az eredeti könyvespolcai, és maga a festés a termeken.